Újra boldog Erkárpáti Péter, aki tavasszal 23 év után végleg lezárta a házasságát. A színész nem volt sokáig egyedül, már újra szerelmes párjával pedig nemrég össze is költöztek. Vendégünk Erkárpáti Péter, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mindenkit köszöntök szeretettel! Akkor mondhatjuk, hogy most minden teljes: munka, magánélet, boldogság, összeköltözés. Igen. Én azt gondolom, hogy az élet törekszik egyfajta kiegyenlítésre. És hát mint mindenhol, akár a szakmákban, akár a magánéletben, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a jellemző görbe. Bízunk benne, hogy most már ez fönn is marad. És ez az így most egyértelműen fönn van, de a 23 évet mennyire volt nehéz lezárnod? Hát ugye az ember mikor elválik, akkor nem úgy válik el, hogy jaj, összeveszünk, váljunk el, hanem nyilván azt megelőzik olyan javításra szánt etapok, időszakok, hogy próbáljuk meg még, hiszen azért az ember, hogyha ilyen hosszú időt eltölt, azért az összeköti egymást. De aztán úgy láttuk jónak végül, hogy próbálkoztunk, nem egyszer, többször, és ha így alakul, akkor vannak azok a pillanatok, mikor az ember azt mondja, hogy adjuk meg a lehetőséget a másiknak is, hogy külön legyen boldog egy új útján. Én azt gondolom, hogy talán ez a legkevésbé rossz döntés ilyenkor. És mennyire volt könnyű nyitnod új irányba? Ugye újra rátalált a szerelem, de ez nem biztos, hogy annyira egyszerű volt. Hát természetesen ez nem úgy van, hiszen van egy kis gyászidőszak is ilyenkor, akár bevallja valaki, akár nem. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy otthon az ember gyászol, hanem lelkileg még megérnek ezek a folyamatok. De én azt gondolom, hogy az az életrendje, hogy az ember társas lény. És nyilván olyan párt keres magának, akivel ki tudja egymást egészíteni. És ez van, akinek bejön fél év múlva, van, akinek egy év múlva, de én azt gondolom, hogy ez az életrendje, és így megy tovább az élet. És van egy harmadik nő is, akiről még nem beszéltünk, és nagyon sok időt töltöttél együtt, és most újra együtt dolgoztatok, pontosabban egy vetélkedőben tűntetek fel. Szóval, hogy Ábrahám Edittel milyen volt újra találkozni, újra beszélgetni, újra együtt hülyéskedni, ökörködni, így van. Jó, hát ugye mi lehúztunk egy másik sorozatnál nem kevés összeget, igen. Szemérmetlenül sok igen. Évet. És hát az emberek összekovácsolódnak, ugyanúgy, ahogy az Edittel, ugyanúgy, ahogy a régi kollégákkal, és mi valóban ugye mi jó barátok maradtunk, és járunk különböző fellépésekre, és így nagy öröm volt, hogy az egyiken, ezen a televíziós műsorban Edittel választottak minket egy párra, és hát ott egy kicsit viccelődtünk, csipkelődtünk, ahogy az régi ismerősöktől, régi jó barát. De visszajöttek egyből azok a poénok, azok a helyzetek, tehát mintha nem maradt volna, vagy nem jött, igen. Nem lett volna az a nem tudom hány év kihagyás. Biztos ti is tudjátok, hogy a kedves nézőknek is vannak olyan tapasztalataik, hogy vannak olyan emberek az életeinkben, akivel, mit tudom én, be se fejezünk egy mondatot, majd 10 év múlva találkozunk megint, és ugyanott vesszük fel a fonalat, és megy tovább a dolog. És ráadásul a mi szakmánk meg ilyen, ugye színészek, előadó művészek jönnek, mennek folyton, nem feltétlen találkoznak minden héten, de ezek a kapcsolatok szerintem az igazán jó emberi kapcsolatok, amikor ugyanott vesszük fel a szót, ahol abba hagytuk. Aztán tudjuk, hogy megint lehet, hogy 10 évig nem találkozunk. A pénzvegy éveketben ugye az a feladat, hogy megtippeljétek a korát a bizonyos résztvevőknek, akik előttetek állnak. Mennyire volt ez nehéz? Borzasztó nehéz. Az ember azt hinné, hogy igen. Mert ugye megyünk ugye az utcán, körülbelül be tudjuk lőni. Azt hisszük, hogy ez hány éves, akik szembe jönnek, ilyen idegenek. Na most ezt akkor kipróbáltuk ilyen vegytiszta körülmények között is. És hát nem egyszerű. Hát az Edittel bizony voltak nagy meglepetések. De erről még nem mondhatok semmit, úgyhogy lesz a nézőknek is meglepetés, hogyha majd adásba kerül a műsor. Nagyjából egyetértettetek egyébként, hogy volt konfliktus között? Nem, hát volt olyan, hogy az Edit mondta, hogy már pedig ez ennyi éves, érted? És mondom, Edit nem lehet annyi éves, hát nézd meg, hogy a izé meg, de nem. Jó, akkor legyen neked igazad. Na, richtig nem jött be. Máskor meg olyan volt, hogy én esküdtem rá, hogy ez ennyi, 10 évet tévedtem. 10 évet. Edith nézett. Az elég sok pénz is. Sok pénz is. Edith nézett rám ilyen megsemmisítő pillantásra. De nagyon jó volt. Tehát nagyon élveztük, hiszen a játék az egy nagyon fontos élete. A Homo Ludensnek, a játékos embernek, meg egyáltalán. Mit néztetek? Mi alapján próbáltátok meg kitalálni? Mi volt az első számú szempont, amikor ránéztetek valakire, hogy vajon hány éves lehet az arcát, a kezét, a lábát? Manapság ez nagyon nehéz. Manapság, mikor saját lányomról, a Rebekáról tudom,
hogy úgy ki tudnak nézni ezek a mai fiatalok, hogy nem tud eldönteni, hogy 18 éves vagy 28 éves. Ugyanis a make-up, a smink, és ma már egész fiatalok, lányok sminkelik magukat, megzavarja az embernek az ítélő képességét. Tehát nem volt könnyű, nem nagyon volt támpont. Én a smink az sok mindent eltakar, ezt mi is tapasztaltuk, illetve én is reggelentek. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen.